Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselő urakat, polgármester urat, alpolgármester urat, alpolgármester asszonyt, a helyi önkormányzat képviselőit, munkatársait, önöket, kerületi lakósokat, kedves gyermekeket, és nem utolsó sorban minden kedves itt lévő szobátait. Szeretettel üdvözlöm Önöket egy talpalatnyi szovátán, itt Budapest 13. kerületében. Erről a helyről, amely Önöknek köszönhetően a mi nemzetközi hírnévnek örvendő fürdővárosunkról kapta a nevét. Óriási megtiszteltetésnek és lehetőségnek érzem, hogy az Önök kerülete testvéri jobbot nyújtva felvette a mi erdélyi kisvárosunkat, Szovátát, a legszorosabb kapcsolatainak szűk körébe. Így mi, szovátaiak, itt Budapest 13. kerületében még inkább otthon érezzük magunkat. A kerület önkormányzata folyamatosan erősíti ezt a kapcsolatot. Különféle hivatalos szakmai és civil programokkal, személyes találkozásokkal, ismerkedés lehetőségek megteremtésével minden korosztály számára. Ennek az impozáns parknak, közösségi térnek az időjeles keresztelő ünnepsége is tovább erősíti ezt a kapcsolatot. Meghatározó pillanat a névadás. Gondoljunk csak arra, amikor újszülött gyermekeinknek nevet adunk. Mindig szívünknek tetsző nevet választunk, ami kellemes érzéseket ébreszt bennünk, amit szeretettel mondunk ki, ami jellemzi őt, és egész életén át kíséri. E teret Szováta kíséri, és ezáltal mi, a szovátai közösség is. Ez a tér elérhető közösségbe és napi közvetlen kapcsolatba hoz bennünket a kerület lakósaival. Ez a megtisztelő gesztus kitűnő példája és bizonyítéka a határok nélküli testvériségnek, annak, hogy egy a hazánk, ahogy Kányádi is mondta, egyetlen hazánk van, a magyar nyelv. Számunkra több területen is példaértékű a kerület önkormányzatának munkássága. Ez a közterületek elnevezése terén is követendő számunkra. Szeretettel hívjuk, várjuk kedves minnyájukat neves fürdőnkre, és ígérjük, hogy idővel önök is még otthonosabban fogják érezni magukat nálunk Szovátán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!